46-os Simon Ádám, 88-as Márkvár Dávid, vezetőedző Alexander Stevanovics. Annyi volt egy cég őrkapjában 51-esen Hársalvi András, 5-ös Lányi Bence, 6-os Szőke Gergő, 7-es Soltész Dominik, 11-es Adamcsek Máté, 18-as Hajdú Ádám, 20-as Kovács Dominik, 39-es Hudák Dávid, 67-es Györgő Viktor, 70-es Megyes Zoltán, 95-ös Madarász Márk. Segítségképpen illetve még Kispadról 12-essel Rusák Edvárd, 19-es Jóga Bálint, 21-es Molnár János, 22-es Helenbai Márk, 29-es Erdei Milán, 33-as Polgár Kristóf, 73-as Kicsuny Efenyi, 77-es Takács Norald, vezetőedző Tamási Zsolt. A sportszerű feltételek biztosítása érdekében tisztelettel megkérjük szurkolóinkat, hogy a feltétel ellenében buzdítsák a csapatokat, korrekt körülményeket terünk ezzel a résztvevő együtteseknek, játékvezetőnek és segítőinek, valamint egyéb hivatalos személyeknek egyaránt. Szeretnénk emlékeztetni önöket, hogy a labdarúgásban nincs hely rasszizmusnak, politikai és vallási megnyilvánulásnak és bármilyen diszkriminációnak. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a létesítményben kamerarendszer működik, ami a találkozót megelőzően annak ideje alatt és utána készített felvételeket készít, amelynek segítségével a rendezők kiemelhetik a rendbontókat és átadhatják őket a rendőrség képviselőinek, ami utána hatályosok szabályoknak megfelelően előbb eljárás kezdeményezünk. Felhívjuk szurkolóink figyelmét, hogy a nem dohányzók védelméről szóló törvény értelmében dohányozni kizárólag kijelölt dohányzóhelyeken megengedett minden más út szigorúan tilos. Minden vendég és nagy szurkolónak köszönjük a megértést és az együttműködést. Hajrá Írmót! Thank you.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Mercantil Bank Liga 21. fordulójában, a vasárnapi játéknap egyik legfőbb rangadóját rendezik itt az Alkúfer stadionban, ugyanis a tabellán 6. helyezett Gyirmót FC Győr fogadja a 4. helyezett Szeged Csanád Grosics Akadémia csapatát. A gyirmótiak összeállítása 51-essel Hárfalvi András a kapuban, 5-össel Lányi Bence, 6-ossal Szőke Gergő, 7-essel Soltész Dominik, 11-essel Adamcsek Máté, 18-essel Hajdu Ádám, miközben itt a Szeged rögtön elvégzi az első sarokrugást a mérkőzésen, de ebből egyelőre nem alakul ki. Komolyabb lehetőség,
20-assal Kovács Dominik, 39-essel Hudák Dávid, 67-essel Csörgő Viktor, 70-essel Medgyes Zoltán, 95-essel Madarász Márk, vezetőedző Tamási Zsolt, míg a szegedieknél 12-essel Molnár F. Tamás a kapuban, 2-essel Gera Norbert, 8-assal Haris Attila, 10-essel Magyar Zsolt, 11-essel Gajdos Zsolt, 18-essel Köncei Márk, 20-assal Horváth Milán, 22-essel Pap Áron, 23-assal Borvető Áron, 77-essel Zúj Géber Ákos és 55-essel Tóth Bence. A vendégek vezetőedzője Alexander Stavanovics, a játékvezető pedig Cimmerman Mário, az asszisztensek Szalai Balázs és Széchenyi István, míg a tartalék játékvezető Nagy Róbert. A Gyirmóter C. Győr jó formában kezdte a tavaszi idényt, ugyanis eddig veretlenül szerepel és javuló tendenciát mutat. A bemutatott játéka kapcsán is, ugyanis a Sorokcsár elleni hazai 1-0-ás győzelmet követően Budafokon már egy közönségszórakoztatóbb játékkal sikerült 3-1-re nyerni idegenben, aztán pedig a feljutás eddig egyik legfőbb várományosa az Eto'o FC Győr ellen idegenben egy 0-0-ás mérkőzés volt a legutóbbi találkozó, amit hétközben rendeztek. Eredetileg decemberre volt kiírva az a mérkőzés, de az Eto'o center pályájának alkalmatlansága miatt végül ezt szerdán rendezték, ezt a találkozót. És azon a mérkőzésen még hiányérzete is lehetett a gyirmótiaknak, ugyanis ígéretes kontraakciókat tudtak végigvinni több alkalommal, és ugyanakkor a befejezéseknél hiányzott az utolsó döntéseknél a pontosság, az utolsó passzok nem úgy sikerültek, és így végül döntetlen elért véget az a mérkőzés. Közben egy szegedi támadást láthatunk a jobb szélen. Madarász próbál kilépni a vendégekre. Aztán Adamczyk kapja a labdát. Medgyes Zoltán a jobb szélen, vissza Adamczyknek. Dimo tehát a hatodik pozícióban található a Mercantil Bankliga tabelláján, és a legutolsó vereségét még november 5-én hazai környezetben a Nyíregyháza ellen szenvedte el a csapat. Azóta 3 győzelem és 3 döntetlen a mérleg. Egészen más lehetne Gyirmóti szempontból a tabellán elfoglalt helyezés is, amennyiben nem ragadt volna be a csapat a kezdésnél, ugyanis az első győzelem még egészen szeptember 27-ig kellett várni. Tehát a rajt az nem sikerült kimondottan jól a csapatnak. És ami a veretlenségi szériát illeti, a vendég szegediek is elmondhatják magukról, hogy egy nagyon hosszú 13 mérkőzéses veretlenségi sorozatot tudhattak magukénak, ami egészen múlt heti alkalni 2-0-ás vereségig tartott. Szegediek eddig 34 pontot szereztek. És a 13 mérkőzéses veretlenségi sorozatuk során 8 döntetlen és 5 győzelem volt a mérleg. Gyirmóti oldalon 2 helyen változtatott Tamási Zsolt a szerdai Eto'o elleni mérkőzéshez képest, és kikerült Szegi Vince a csapatból, illetve Kovács Milán, bekerült helyettük Hajdu Ádám, illetve Szőke Gergő. Gyirmóti oldalon 2 változás volt, a legutóbbi csapathoz képest még a szegediek még nagyobb mértékben rotálták a csapatot, gyakorlatilag a fél kezdőcsapat kicserélődött az ajkaelni mérkőzéshez képest. Az első 5 perc után tehát elmondható, hogy még komolyabb lehetőség nem alakult ki a mérkőzésen. Főként a mezőnyben gyűrik egymást a csapatok. Szegedi oldalon egy megindulás, Gera próbált volna kilépni, vagy akár a társat szöktetni, de aztán feltartóztatta Udák.
itt pedig már Gyirmóti oldalon a bal összekötő helyén kaptam egyes Zoltán, és Adamcsekkel próbál összejátszani, azonban Éminek pontatlan volt ez a kényszerítőzés, így lelassul az akció. Aztán Hajdú Ádám veheti föl a labdát. Így tehát kezdődhet a türelemjáték. Tavasz eddigi meglepetés embere, Gyirmóti oldalon Lányi Bence, aki győztes gólt szerzett a Soroks elleni mérkőzésen az utolsó percekben, valamint eredményes volt a budafoki 3-1-es győzelem alkalmával, és az Eto'o elleni mérkőzésen is adódott előtte komoly lehetőség. Itt tehát ott sem állt távol attól, hogy a harmadik gólját is megszerezze a szezon során. Közben Hajdú Ádám kapja ismételten a bal szélen, és Megyes Zoltánnak játssza a labdát, azonban végül Haris tud labdát szerezni. Azonban elkapkodja ezt az indítást, így ebből nem alakul ki ígéretes szegedi kontraakció. Az első tavaszi mérkőzésén a Gyirmótnak a Soroks ellen nem kimondottan a közönség szórakoztató játék dominált, ez egy rendkívül brusztolós mérkőzés volt. Kevés igazán komoly lehetőség adódott a csapatok előtt, és végül egy pontrugás után született az a bizonyos Lányi gól, ami fontos volt Gyirmóti szempontból. A Budafok ellen azonban már tetszetős akciókat tudott végigvinni a csapat, és akcióból volt eredményes mind a három alkalommal. Azon a mérkőzésen Elák Bence révén tudott előnybe kerülni a Budafok 11. percben. Aztán viszont Lányi Bence egyenlített a 18. percben, majd a második félidőben tetszetős támadások végén még Szegi és Adamcsak is eredményes volt, és ezzel alakult ki a 3-1-es végeredmény. Az Eto'o elleni mérkőzésen pedig elmondható volt, hogy az a Győri Eto'o, amely sok statisztikai adat tekintetében kiemelkedik a mezőnyből, számos adatot vizsgálva, nem igazán tudott komoly zicsert kialakítani egy kivétellel, amikor is egy akción belül kétszer is eltalálták a kapufát. Azon kívül azonban stabilan zárt a gyirmóti védelem, és főként átlövésekkel tudtak veszélyeztetni a hazaiak. Szegedi oldalon tehát több változtatás is volt a kezdőcsapatban. Többek között bekerült Horváth Milán a védelembe, illetve Gera Norbert nem a megszokott jobb hátvéd posztján játszik, hanem most jobblábasként fog majd bal hátvédet játszani, illetve Borvető Áron is bekerült a csapatba. Ő a szegedieknek a csatára. Gyirmóti oldalán ellentétben Szegeden nagy volt a játékos mozgás a tél folyamán. Többek között érkezett Nagy Rihárd Paksról, Cúj Géber Ákos szintén az új érkezők közé sorolható, ő az MTK játékosa volt, illetve még érkezett Ónódi Ákos, aki jelenleg a csapat harmadik számú kapusa, ő előzőleg Cipruson védett, azonban ott hivatalos mérkőzésen nem lépett pályára. Ónódi Ákos, aki előzőleg az Aston Villa játékosa is volt, ott egy FA Kupa mérkőzésen a felnőtt csapat kapuját is védhette. Cipruson az Akritas Klorakas csapatában szerepelt, és most a téren érkezett a Szeged Csanád Grosics Akadémia csapatához. A már említett Nagy Rihárd pedig ősszel Siófokon szerepelt, akkor is a
Paksi FC adta kölcsön a játékost. Ő jobb szélen bevethető játékos. Hasonlóan Cújgéber Ákoshoz, aki az NB1-es MTK Budapestben kevés lehetőséget kapott, főként inkább az NB3-as csapatban léphetett pályára az ősz folyamán. Ő is jobboldali támadóként bevethető, támadó középpályásként, főként az NB3 délnyugati csoportjában szereplő második csapatban játszott az ősz folyamán. Szegediek azon kevés csapat közé tartoznak a Merkantil Bank ligában, ahol egyáltalán nem alkalmaznak külföldi játékost, még a Gyirmótiaknál két labdarúgó rendelkezik nem magyar útlevéllel. Ami pedig a keretértékeket illeti, a Transfermarkt kimutatása alapján a két csapat nagyon közel áll egymáshoz, ugyanis a szegedieket 3,5 millióra taksálják, még a Gyirmót FC keretének összértékét 3,18 millió euróra. Miután szép lassan negyed óra is eltedik a mérkőzésből, elmondható, hogy igazán komoly lehetőséget nem láthatott még a kilátogató közönség. Nem esnek egymásnak a csapatok. Tóth Bence kapja a labdát, aki a belső védelemben szerepel a szegedieknél, egyszeres magyar válogatottnak mondhatja magát. Még az ominózus Andorra elleni mérkőzésen kapott lehetőséget a magyar válogatottban, ami kevésbé lehet jó emlékű a magyar szurkolóknak. Volt korábban a Fehérvár játékosa is. Haris Attila és Pap Áron játszanak össze. Aztán Tóth Bence vállalkozik egy keresztlabdára, ebből azonban hiányzott a precizitás, azonban úgy tűnt, hogy visszaszerzik a szegediek, de les miatt majd kifelé jár a szabadrugás. Zimmermann Mário a találkozó játékvezető, egy 29 éves borsodi játékvezető. Eddig 20 mérkőzésen fújta a sípot az NB2-ben, valamint 22 alkalommal közreműködött NB1-es találkozókon is, mint VAR operátor. Csörgő Viktor hátra teszi egészen Hársfalvihoz. Madarász a középpályán, azonban ott már megkezdi a letámadást a Szeged. Így nehezebb dolga van a Gyirmótnak, azonban sikerül végül ott a bal szélen egy egész szép akciót összehozni, de végül tisztáznak a hátvédek. Köncei Márk tudott odaérni, végül beadásig nem jutottak a sárga mezesek. Szőke Gergő az egyik játékos, aki bekerült a kezdőcsapatba az Eto elleni felálláshoz képest. Ő is a fiatal játékosok közé sorolható. Tamási Zsolt egyébként kiemelte, hogy az Eto ellen már az utolsó negyed órában 6 fiatallal is sikerült abszolút partiban lenni, olyannyira, hogy még úgy értékelt, hogy az a pohár inkább félig üres. Ugyanis ígéretes lehetőségei voltak a Gyirmótnak, azonban nem sikerült ezeket kihasználni. Thank you.
ami a két csapat legutóbbi összecsapását illeti. Szegeden még augusztus 16-án találkoztak egymással a csapatok a negyedik fordulóban. Az a meccs végül 1-1-re végződött, és ott Hudák Dávid volt eredményes Gyirmóti oldalon. Az összmérleg a másodosztályban a két csapat egymás ellen vívott mérkőzésein 13 találkozón 5 gyirmóti győzelem, 6 döntetlen és 2 szegedi győzelem, azonban azok a szegedi győzelmek a közelmúltban estek meg, így elmondható, hogy utoljára 2020. októberében tudta a Gyirmót legyőzni a Szegedet, azóta a két döntetlen mellett 2 szegedi siker született. Közben egy veszélyes szegedi támadás, azonban az utolsó pillanatban tudott odaérni Hajdú Ádám kulcsfontosságú pillanatban. Ez a labda pedig nagyon pontatlan volt, elérhetetlen Gera számára. Mindkét csapat a döntetlenek specialistájának mondható, ugyanis a szegediek már 10 találkozón x-eltek, még a gyirmótiaknak 9 döntetlenjük van eddig 20 találkozón. Közben itt a felezővonal környékéről járhat majd gyirmóti szabadugás, amit Soltész Dominik végez el. Szegedi oldalon a hosszú ideig tartó veretlenségi szériához a stabil hátsó alakzat is mindenképpen szükséges volt, ugyanis a PMFC-vel holt versenyben a legkevesebb gólt kapták eddig a ligában. Mindez számszerűleg 15 gól, viszont elmondható, hogy a rugott góljaik száma sem kiemelkedő. 21-et lőttek eddig, ami a 10. legjobb a bajnokságban, ellentétben tehát a hátsó alakzattal, ami viszont kiemelkedő. Közben ez egy nagyon hosszú indítás, Soltész Dominiknak befuthatatlan. Gyirmóti oldalon kevésbé volt játékos mozgás a tél során. Molnár János érkezett az MB3-as SMTK csapatától, ahol az őszi idényben 21 mérkőzésen 16 gólt ért el az MB3 délkeleti csoportjában, illetve a Magyar Kupában, és ő jobboldali szélsőként, szélső támadóként bevethető. Közben ezt még megmenti a szegedi játékos, és be is tette középre, azonban ott nem maradnak Borvető Áronék, de a túloldalon még Gera az, aki be tudja gyűjteni a labdát. Haris Attila, aztán Magyar inkább visszateszi Horváth Milánnak, aki először szerepel a szegedi csapatban. És ugyan meglehetősen pontatlan volt ez a forgatás Tóth Bencének, de mivel a Gyirmót nem különösebben presszingeri a vendégeket, így végül nem lett belőle komolyabb probléma. Tehát 20 perc után elmondható, hogy mindkét csapat inkább várakozó állásponton eddig a mérkőzés kapcsán, és sok kockázatot nem vállalnak a játékosok. Soltész forgatját közben Meggyesnek, azonban érkezik Molnár, és így együtt él a játékkal a szegediek kapusa, ami fontos volt a csapata szempontjából. Közben Gajdost sikerül lekapcsolni, majd pedig szabálytalankodik a vendégek játékosa.
aki egyfajta all-round játékosnak is mondható. Szegedi oldalon ugyanis már számos poszton megfordult a csapatban. Közben pedig Medgyes Zoltán, aki akár még lövőhelyzetbe is hozhatja magát, ott a 16-os előterében ugyanakkor nagy volt a népsűrűség, így végül leblokkolták ezt a kísérletet. Igazi futballidőben játszhatnak egymással a csapatok, ugyanis abszolút tavaszias, mind a hőmérséklet, mind pedig időjárásnak a hangulata is, így ilyen szempontból semmiképp nem lehet panasz a külső körülményekre. Azonban ennek ellenére lassan a félidő felénél járva még nem igazán kellett izgulnia egyik kapusnak sem, Hársfalvinak, illetve Molnárnak. Köncei, aztán Horváth a labda útja, majd egészen hátra kerül a kapushoz, Molnárhoz. Gyirmót letámadással nem igazán zavarja meg a szegedieket. Így a hátvédek viszonylag zavartanul passzolgathatnak. Ami a két csapat támadójátékát illeti, Gyirmóti oldalon elmondható, hogy némileg alul teljesít a csapat olyan értelemben, hogy a csapat eddigi várható gólja az XG adatok alapján kettővel kevesebbet szerzett a ligában a Gyirmót, mint ami a helyzetek minősége alapján elvárható lenne, ugyanis 29-es XG-vel rendelkezik a csapat a szezon során, de eddig csak 27 találatot szerzett a sárgamezes Gyirmót. Ez pedig szegedi oldalon még inkább kiütközik, ugyanis ott 26,2-es XG-re szereztek 21 gólt. Így tehát a támadó játéknak a hatékonyságán ott mindenképpen javítaniuk kell, amennyiben szeretnének még előrébb lépni a tabellán, ugyanis ez a mínusz 5-ös. Arány, ez nem túlzottan kiemelkedő. Miközben Gyirmóti oldalon már majdnem sikerült egy helyzetet kialakítani, azonban végül felszabadítottak a szegediek. A bajnokságban ugyanakkor találkozhatunk olyan csapatokkal, amik kifejezetten felé teljesítenek, felül teljesítenek az XG szempontjából, ugyanis a Vasas például közel 10 góllal többet szerzett, mint az a helyzetei minősége alapján elvárható lenne. A Nyíregyháza pedig, aki az éllovas a bajnokságban, 12 góllal szerzett többet, így ők abszolút nem panaszkodhatnak a támadójátékuk hatékonyságára. Közben egy Hajdú Ádám beadás figyelhetünk, Kovács elengedte, azonban itt is fel tudnak szabadítani a vendégek, majd pedig egy szabadrúgást is kiharcol Haris. Gera Norbert, aztán Magyar Zsolt a labda útja, majd ismét visszakerül Molnár F. Tamáshoz, aki a csapat kapitánya is egyben. Miközben a jobb szélen már egy Gyirmóti akció is kibontakozhat, azonban inkább a
türelem játékra szavaznak a hazaiak. Két csapat eddigi tavaszi mérkőzései alapján nem elképzelhetetlen egy gólszegényebb találkozó, ugyanis mindkét csapat játszott már 0-0-ás mérkőzést. Hozzá kell tenni, hogy szegediek csak két találkozót játszottak. A Vasas elleni 0-0, aztán hazai pályán az Ajka ellen, még ugye a Gyirmóta már említett Eto elleni legutóbbi hétközi mérkőzésen ért el 0-0-ás eredményt. Lányi Bence nagyszerűen tudta elhozni a labdát. Zsulgéber Ákost verte meg, azonban előrébb nem jutnak a hazaiak. Továbbra is itt a félpálya környékén tartják a labdát. Szegediek pedig visszaállnak. Mind a 11 játékosuk saját térféren. Közben Adamczyk próbált volna kiharcolni egy szögletet, azonban végül nem járt sikerrel, így a szegediek jöhetnek kirúgással. Továbbra is meglehetősen eseménytelen a játék. Mindkét csapat inkább a biztonságra szavaz. Ami a többi mérkőzést illeti, a Kozár Miszleny a győri Etóval találkozik, és ott a hazaiak megszerezték a vezetést. Itt tehát némi meglepetésre ott egy 0 az eredmény, valamint 30 perc játék után a Nyíregyháza haladás mérkőzésen 1-1 az állás, ott a szombathelyiektől már ki is állítottak egy játékost, itt tehát ott már potyognak a gólok, továbbá ahol még született gól, az a BFC Siófok Kazincbarcik a mérkőzés, ahol a hazaiak szereztek vezetést, miközben a szegediek jöhetnek majd sarokrugással a találkozó 29. percében. De végül Hudák nagyon magabiztosan el tudja fejelni, és úgy tűnt, hogy akár Soltész el is mehetne ezzel a labdával, de végül a vendég hátvédek tudják elhozni azt. Ez pedig egy keresztlabda, amit még Gajdos be is tudott futni, viszont a beadásra már nem jutott se sok helye, sem ereje. Ez pedig Tóth hazateheti Molnárnak. A BVSC Zugló is megszerezte a vezetést a 31. percben a Budafok elleni mérkőzésen. Itt tehát a legtöbb találkozó már esett gól, miközben ez egy ígéretes kiugrás vendég részről, és sikerül is még betenni a labdát, aztán végül a játékvezető kifelé ítél szabadrugást. Pap Áron tudta meghúzni a jobb szélét, és úgy tűnt, hogy borvetőnek tud centerezni, de végül mind Hásfalvi, mind pedig a gyirmóti hátvédek oda tudtak érni, és a játékvezető úgy ítélte meg, hogy kifelé lesz majd szabadrugás. Miközben lent marad több játékos is. Így ott az alapvonalon túl következhet majd az ápolás. Gyirmóti oldalon Csörgő úgy tűnik tudja folytatni a játékot. Illetve még egy vendégjátékost is kell ápolni, de úgy néz ki, hogy ő is tudja folytatni. Pap Áron a vendégek szélsője.
tehát mindkét csapatból hiányzik egy-egy játékos. Jelenleg tehát 10 a 10 ellen a két csapat. Szőke Gergő zár most a hiányzó csörgő helyére. Soltész több alkalommal is keresi Meggyest ezekkel a keresztlabdákkal, azonban ez most nem volt túlzottan precíz átadás, így könnyedén lekapcsolták a szegediek. Egy alkalommal tudott ebből komolyabban veszélyeztetni a Gyirmót, abban az esetben viszont Molnár kapus élt együtt a játékkal, és végül ő akadályozta meg Meggyes Zoltánt abban, hogy kapura törhessen. Meggyes és Soltész az Etoelni mérkőzésen nagyszerűen futballoztak mind a ketten, több alkalommal is helyzetbe hozták magukat, illetve ami kiemelkedő mind a két játékos kapcsán, miközben Madarász törne kapura, azonban les miatt lesz majd kifelé szabadrugás. Érdekes lett volna, mi történik akkor, hogyha nem ítéri meg ezt a játékvezető. És még sárga lapot is kap Madarász Márk. A gyirmótiak méltatlankodnak Adamcsek Mátéval az élen, aki még az előző idényben Nyíregyházán futballozott, és azután érkezett Gyirmótra. Közben a BVSC már 2-0-ra vezet a Budafok ellen. Ez mindenképp meglepetésnek mondható az újonc csapat kapcsán. Közben Adamcsek presszingeli Molnárt, aki azonban végül pontosan ível Gera fejére. Borvető kereste volna az új Gébert, de aztán lekapcsolják a gyirmótiak ezt az akciót. Itt továbbra is várni kell arra, hogy valami komolyabb helyzetet is láthassunk a kapuk előtt. Közben már kiegészült mind a két csapat, így 11 a 11 ellen folytatódik már a küzdelem. És szó szerint küzdelemről beszélhetünk, ugyanis a játéknak az igazán látványos jellege az nem dominál eddig ezen a mérkőzésen. Kevés, igazán kombinatív akciónak lehetünk szemtanúi. Mindkét csapat inkább a stabilitásra törekszik, amit sikerrel meg is tesznek. Ez pedig csemege volt Hajdú Ádámnak. Ami a két csapatnak a védekezését illeti, ebből a szempontból ellentétben a helyzetek kihasználásával, amit említettem az XG adatok kapcsán, az engedett gólok kapcsán, ami az XG a statisztikai adatot foglalja magában, mindkét csapat kevesebb gólt kapott a szezon során, mint amit az ellenfelek helyzeteinek minősége alapján kellett volna kapni a idézőjelben, ugyanis a gyirmótiak a 24 és feles XG-jájukat 1,5-tel múlták alul, tehát megúsztak másfél gólt, miközben Soltész lövését blokkolják a szegediek. Szeged pedig a 19,2-es XG-jához képest 15 gólt kapott, tehát 4 góllal kaptak kevesebbet. Ilyen szempontból pedig a Pécs csapat a kiemelkedő szintén a bajnokságban, ugyanis ők majdhogy nem 9 góllal kaptak kevesebbet a ligában, mint az ellenfelek helyzetei ezt indokolták volna.
Zsoltész Dominik fogja majd elvégezni a gyirmóti sarokrugást a mérkőzés 36. percének legvégén. Hát, ha itt lesz az első komolyabb lehetőség, azonban az első ember könnyedén tisztázni tud. Gera Norbert volt az, ha jól láttam, aki ott a rövid saroknál ezt könnyedén ki tudta kanalazni. Így már Hudák Dávid kapta a labdát a bedobás után, aztán Szőke Gergőt próbálta volna Gajdos lepresszingelni, de végül nem járt sikerrel. Meggyes Zoltán avatkozott játékba, aki számos támadó statisztikában a bajnokság legkiemelkedőbb játékosa. Akár ha a progresszív labdacipeléseit nézzük, vagy a büntető területen belüli érintések számát, ilyen értelemben abszolút top játékosnak számít a gyirmótiak balszélsője. Madalász gyűjtötte be ezt a lepattanó labdát, aztán Meggyes Zoltán kapja. Azonban ismét egy pontatlanság csúszik be az akcióba. Így a bal oldalon végigvitt támadást nem sikerült beadással befejezni. Ismét Madarász gyűjtötte be a második labdát, aztán Hajdú Ádám a bal oldalon. Hajdú Ádám, aki több poszton is bevethető, akár mint védekező középpályás. Most baloldali szélső hátvédként szerepel ezen a mérkőzésen. Eddig Szegi Vince játszott ott bal hátvédként. Most azonban Hajdú Ádámnak szavazott bizalmat Tamási Zsolt. Másfalvi kicsit megfuttatta Hajdút, de még meg tudta menteni. A játékvezető pedig gyirmóti szabadrúgást ítél a felező vonal környékéről. Valamivel többet birtokolja a labdát a hazai sárga mezes csapat. És ez a statisztikában is visszaköszön, ugyanis valamivel dominánsabb összességében a gyirmót labdával, mint a Szeged. A szegediek meccsenként átlagosan 52%-ban birtokolják a játékszert, ami a hetedik legjobb a ligában, míg a gyirmótiak 55%-ban, ez a negyedik hely. Így a bajnokságot tekintve, amennyiben a labdabirtoklást vizsgáljuk. Érdekesség, hogy a Jelovas Nyíregyháza csak a 11. ilyen szempontból. Közben veszélyes helyről járhat majd gyirmóti szabadrugás, amihez Adamcsek, illetve Soltész állt oda. Főként jobblábas játékosnak lehet ideális lövőpozíció. Körülbelül 20-22 méter a távolság. Ha Soltész végzi el, akkor inkább egy belöbbölésre lehet számítani. Végül Adamcsek lövi el, és elkerüli végül Molnár kapuját. Ez volt eddig messze a legveszélyesebb lehetőség a találkozón, amire valamivel több mint 40 percet kellett várni. Adamcsek 20 méteres szabadrugása egy olyan fél méterrel került el Molnár kapuját, aki azonban látta, hogy nem kell közbeavatkoznia.
miközben már Tóth hozza ki a labdát. Gerát most pressingeli, Soltész, és ez úgy tűnt, hogy labdaszerzésben is megmutatkozik. Aztán végül egy ilyen adok-kapokba mennek bele a játékosok, ez pedig használhatatlan Meggyesnek. Gerárd buktatják, itt a szegediek bal oldalán, és végül sárgalapos figyelmeztetés is jár ezért a szabálytalanságért. Csörgő Viktor, az aki sárgalapot kapott Gyirmóti oldalon. A 43. percben tehát a szegediek végezhetnek el szabadrugást. Egy jó 40 méterre Hásfalvi kapujától. Eddig még komoly veszélyt nem jelentettek a Gyirmóti kapura egy-két elfutástól eltekintve. Aztán végül saját játékosát találja el a szegedi hátvéd, de végül Molnár ismét a segítségére siet. Így nem tudott Meggyes kilépni, pedig egy pillanatra úgy nézett ki, hogy ez akár az ő pillanata is lehet. Most próbál letámadni a Szeged, ezzel megnehezítve a Gyirmóti labda kihozatalt, azonban egyelőre sikerül megtartani a sárga mezeseknek. Volt túl acélos ez az átadás Hajdunak oda a bal oldalra, de végül elért a címzethez. Gera tud tisztázni Soltész elől, így Gyirmóti kardobás következhet. Mindösszesen bő egy perc van már csak hátra az első játékrész rendes játék idejéből. Összegzésként megvonhatjuk, hogy nem kimondottan látványos eddig a találkozó. Egy Adamcsek szabadrugáson kívül nem forogtak veszélyben, különösebben a kapuk. Szegedieknek ugyan voltak ígéretes ellentámadásaik a szélen, de aztán ott is a befejezéseknél, az utolsó passzoknál hiányzott a precizitás. Most még ebből a Soltész szabadrugásból adódhat komolyabb helyzet is akár. Soltész végzi el, és végül kapura tette, amit Molnár tenyerel. Úgy néz ki, hogy végül bedobás lesz belőle, ugyanis még az utolsó pillanatban Cújgéber ért oda, és megakadályozta, hogy a Gyirmóti játékosok szögletet végezhessenek el. És ebben a pillanatban, hogy Hásfalvi előre íveli a labdát, le is telik a rendes játékideje az első félidőnek, egy perc lesz majd a hosszabbítás, aminek a jó része le is fog majd telni ezzel az esettel, hogy a Gyirmót majd ismét egy ígéretesebb pozícióból végezhet el szabadrugást. Egyelőre Adamcsek marad lent, ugyanakkor úgy néz ki, hogy fogja tudni folytatni. Végül az orvosi stáb is úgy dönt, hogy nincs szükség a beavatkozásukra. Így már csak Zimmermann Mário játékvezető jelzésén múlik, hogy
mikor kerülhet sor erre a szabadrugásra, amit most nagyobb eséllyel fog Soltész Dominik elvégezni, ugyanis ez sokkal inkább egy ballábasnak megfelelő pozíció. Ismét hasonló a távolság, mint előbb Adamczyk lövésénél, körülbelül 20-22 méter Molnár kapujától, és Soltész végezte el, ami lepattant a sorfalról, de aztán nem alakul ki ebből sem lehetőség, így végül gól nélküli első félidővel váratjuk majd a folytatást. Fedezze fel Győr legújabb wellness szállodáját. Csendes, nyugodt környezetben, tágas és kényelmes szobákkal várja vendégeit a Girmót Sport és Wellness Hotel. Sportklubok számára is ideális ez a környezet. A futballpályák közelsége és a hotel felszereltsége egyaránt támogatja a csapatok felkészülését és a nyugodt pihenést. A szálloda étterme ízletes és bőséges ételekkel készül minden alkalomra. Girmót Sport és Wellness Hotel Győrben, közvetlenül az Alkofer stadion mellett.
Fedezze fel Győr legújabb wellness szárodáját. Csendes, nyugodt környezetben, tágas és kényelmes szobákkal várja vendégeit a Girmót Sport és Wellness Hotel. Sportklubok számára is ideális ez a környezet. A futballpályák közelsége és a hotel felszereltsége egyaránt támogatja a csapatok felkészülését és a nyugodt pihenést. A szálloda étterme ízletes és bőséges ételekkel készül minden alkalomra. Girmó Sport és Wellness Hotel Győrben, közvetlenül az Alkofer stadion mellett.
Meg is kezdődött közben a második játékrész a vasárnapi játéknap egyik rangadóján, ahol a sárga mezes Hírmót FC Győr a Szeged Csanád Grosics Akadémiával találkozik, és az első félidőben kimondottan nem kápráztatták el a kilátogató közönséget a játékosok, ugyanis egy veszélyesebb Adamcsek szabadrugáson kívül igazán komoly lehetőség nem alakult ki a kapuk előtt. Szegediek veszélyeztettek pár ígéretesebb kontra lehetőséggel, ugyanakkor a befejezéseknél végül nem választottak jó megoldást, így Hásfalvinak még nem kellett igazán komolyan játékba avatkoznia. A játéknap másik komolyabb rangadóján, a Kozár Miszleny Etó FC Győr mérkőzésen, már amennyiben szigorúan a helyezésekre hagyatkozunk, meglepetésre a hazaiak vezetnek továbbra is, ott is most kezdődött a második játékrész. Ez az eredmény tehát mindenképp a szegedieknek lehet kedvező, mert minden bizonnyal ők sem az egy pont reményében jöttek ide Gyirmótra. Érdekesség, hogy mindkét csapat jelenleg ugyanabban a pozícióban helyezkedik el a Merkantil Bank ligában, mint a legutóbbi idény végén, ugyanis a Gyirmót ott a hatodik helyen végzett, még a szegediek negyedikek lettek, ami a klub történetének legjobb eredménye. Gyirmótnak már több alkalommal is sikerült a feljutás az első osztályba. Legutóbb két évvel ezelőtt szerepeltek az NB1-ben. Közben Adamcsek volt agil is, és labdát szerzett. Hajdú, aztán Kovács a labda útja, majd végül hátul Hudák Dávid gyűjti be a játékszert. Ismét Hajdú kapta a bal oldalon, azonban a madarásszal való összjátékát végül lefüledik a vendégek. Ez pedig lehetőséget teremthet a Szegednek akár egy kontraakcióra. Tóth Bence ívelt előre, amit végül Cújgéber Ákos gyűjtött be. Azonban végül visszaér a Gyirmót, így ebből már lendületes kontratámadás nem fog kialakulni. Ismét Tóth Bencéhez kerül hátra a labda, aki 25 éves középhátvéd, egyszeres felnőtt válogatott Szegeden eddig 52 mérkőzésen szerepelt, melyek során egy assziszt a mérlege, de korábban szerepelt Felcsúton, Fehérvár csapatában, illetve Szolnokon is. Ismét Hajdú Ádám, aki eddig nagyon aktív a második félidő első perceiben, és Medgyest tudta megjátszani. Ez pedig ígéretesnek tűnik eddig az akció. Soltész teszi vissza a bal lábára, és ellövi, de aztán le tudják blokkolni. Többen is kiértek a lövő játékosra, így az 50. perc legelején végül elmarad az ígéretes támadás befejezés. Azonban ilyen akcióból keveset láthattunk az első félidő során, ugyanis nagyon jó tempóban sikerült végvinni ezt a kontratámadást. Hajdú és Medgyes is nagyszerűen avatkozott játékba, miközben Soltész szögletét láthatjuk, és végül Cújgéber tudott tisztázni. Minden esetre az megállapítható, hogy nagyobb iramban kezdődik a második félidő az elsőben látottakhoz képest. Remélhetőleg ez így is marad a folytatásban, azonban ez most nem jött össze Hásfalvinak.
Tamási Zsolt nyugtalanul vette tudomásul ezt a megmozdulást. Kovács Dominik pedig inkább hagyja, hogy Hajdú Ádám kardobással hozza játékba a labdát. És ismét Hudák Dávid avatkozik játékba, a 30 éves középhátvéd, aki 100 mérkőzésen szerepelt eddig a Gyirmót FC Győr színeiben, melyek során 7 gólt és 5 asszisztot jegyzett, korábban futballozott Mezőkövesden, illetve a Szlován Bratislava csapatánál is. Védelem egyik legstabilabb játékosa tehát, és egy nagyon rutinos játékos Hudák. Gajdos tette hátra Gerának, majd egészen Molnárhoz kerül a vendégek csapatkapitányához a labda. Harist pressingerik a sárga mezesek, így ő is kénytelen volt hátraadni. Horváttól ez pedig egy teljességében használhatatlan előreívelés. Soltész egy Zidáncselt is bemutat, de aztán ez végül nem volt hatékony. Azonban nagyon harcias és visszaszerzi. Szabálytalankodni sem tudnak vele szemben, annak ellenére, hogy több alkalommal is megkísérik mindezt a vendégek. Meggyes meg tudja tartani, vissza Soltésznak. Soltész végül lövése szánja el magát, azonban ismét a blokkról jön vissza a labda. Rengeteg az ilyen leblokkolt kísérlet a mérkőzésen. Ami egyrészt jelezheti azt, hogy stabilan zárnak a védelmek, ugyanakkor a támadóktól talán némileg több kreativitásra és váratlanságra lenne szükség, ezeket az akciókat hatékonyabban lehessen befejezni. Ismét egy szabálytalanság, ezúttal Lányi Bencével szemben követték el a vendégek. Változtatást nem eszközöltek egyelőre az edzők. Közben Hársfalvi íveli előre, Adamcseket keresi, azonban megerőzi Haris. Meglehetősen sokat cserél gazdát a játékszer. Köncei és Pap is fejjel avatkoznak játékba, és végül Csörgő volt az, aki leütközte Borvetőt. Borvető eddig 6 góllal rendelkezik a bajnokság során. Egyik csapatban sincs kimondottan kiemelkedő játékosa. Az eddigi szerzett találatok szempontjából inkább megosszanak a gólok a játékosok között. Gyirmót csapatában a két legeredményesebb játékos Soltész Dominik és Meggyes Zoltán. Akik egyébként az egy az egyenlő cselezés és egy az egyenlő párharcok vállalása szempontjából is kiemelkedőek a ligában, ugyanis Meggyes vállalkozott az egész bajnokságban a legtöbb ilyen egy az egyenlő helyzetre, 155 alkalommal, míg Soltész a második, aki 130-szor kísérelt meg egy az egyenlő párharcot.
lehetőség van erről is beszélni, ugyanis a játék az a reméltekkel ellentétben továbbra sem igazán magas színvonalú és látványos. Lirmóti bedobás végül lepresszingelték a szegediek, így ők végezhetik el most a kardobást Köncei kezében. És végül a beadással Borvetőt keresik, de ismét Hudák tud odaérni. Most semmiképpen sem mondható, hogy a csapatok túl sok váratlansággal szolgálnának egymásnak. Nyíregyháza azóta megszerezte a vezetést, 2-1 ott az állás az emberhátrányban játszó szombathelyi haladás ellen. Kozár Mislány a 63. percben is továbbra is tartja az 1-0-ás vezetését, míg a BVSC 2-0-ra vezet a Budafok ellen, szintúgy a Siófok a Kazincbarcika ellen. Az Ajka Moson-Magyaróvár mérkőzés még hasonló ehhez a találkozóhoz, ott sem esett gól eddig. Ismét ezt az előrevágott labdát sikerül lekapcsolni, és végül már Medgyes Zoltán iramodhat meg itt a bal szélen, de végül legyőzi a túlerő. És végül Gajdos az, aki egy higgadt csel után végül megjátsza a szabadon kilépő magyart. Szújgéber a bal oldalon kapja a labdát. Egy pillanatotan elgondolkodott azon is, hogy egy szabadrugást kicsikarjon, de végül talpon maradt. Aztán végül egymást találják el a szegediek. Lányi az, aki kiér, és végül bedobásra tud tisztázni. Kihozta a maximumot ebből a fiatal hátvéd, aki eddig tavasz idénben 3 mérkőzésen 2 találatot jegyez. Gera Norbert a kardobással. Borvető próbált volna eladni egy 11-est, tette mindezt eredménytelenül. Méltatlankodik is Zimmermann játékvezetőnek. Közel 600-an látogattak ki a mérkőzésre a hivatalos nézőszám adatai alapján. Ez tehát némileg több, mint a Soroksár elleni tavaszi nyitómérkőzésen. Még kedvezőbb időjárás és egy komolyabb ellenfél is az Alkufer stadionban, miközben Szújgéber beadását láthatjuk, ami azonban meglehetősen pontatlanra sikerült. Így ez már lehetőséget teremthet egy Gyirmóti kontraakcióra, Adamcsek. Aztán Kovácsot buktatják, de a játékvezető nem lát okot arra, hogy közbeavatkozzon. Így már ismét a Szeged jöhet. Most némileg felérénkül a találkozó. Azonban ez az akció is tiszavirág életű volt. Ismét visszaérnek a vendégek, így a lendületes kontrakció lehetősége elvész. Ez pedig a felező vonalnál egy buktatás, amit megítélt a játékvezető. Gyirmóti oldalon a kispadon a cserekapus Rusák Edvár 12-essel foglal helyet, 19-essel Jova Bálint, 21-essel Molnár János, az új játékos 22-essel Helenbai Márk, 29-essel Erdei Milán, 33-assal Polgár Kristóf, 73-assal Kicsúni Jevgenyi és 77-essel Takács Ronalda Gyirmót
teljes mérkőzés kerete, míg a szegediek némileg bővebb kerettel rendelkeznek ezen a mérkőzésen. Egyessel Takács János a cserekapusuk, négyessel Szilágyi Zoltán, hetessel Palincsár Martin, 14-essel Óvári Zsolt, aki korábban Győrben is futballozott, 17-essel Nyári Patrik, 19-essel Klaus Milán, aki az egyik új érkező a télen. Ő is korábban volt a Eto játékosa, és most Zalaegerszegről érkezett, 27-essel Kővári Róbert, 28-essel Nagyihád, aki pedig Paksról érkezett kölcsönbe, ő ősszel Siófokon szerepelt, 29-essel Bíró Bence, aki volt korábban a portugál Guimarães játékosa, miközben sikerül végül a Gyirmótnak kihozni a labdát, annak ellenére is, hogy a Szeged némileg intenzívebben kísérelte meg a letámadást. 46-ossal Simon Ádám és 88-ossal Márpár Dávid, a szegediek kispadja. Meggyes az, akit szerelni tudnak a szegediek. A mérkőzés első cseréje van, hogy ugyanúgy születik. A 11-es Adamcsek Mátének köszönjük. Közben egy csere Gyirmóti oldalon, az első a mérkőzésen, ugyanis Adamcsek Máté helyett Molnár János érkezik 21-essel, aki a téli szezonban érkezett a csapathoz, az MB3-as SMTK csapatától, és eddig főként, csereként vette számításba Tamási Zsolt. Tehát a 63. percben láthattuk az első cserét a mérkőzésen. Nagyszerű volt a keresztezés Csörgő Viktortól, és jó is ez az előretett labdája. Meggyes az, aki már a 16-oson belül jár, és végül is lövésig is elvitte. Végül Molnárnak kellett közbeavatkoznia. Jöhet tehát a szöglet, amelyet Madarász fog elvégezni. 64. perc legelején. Madarász szöglete után Csörgő próbálta volna megcsúsztatni, de végül is odaértek a vendégek, így következhet az újabb sarokrugás. Madarász ismét. Meggyes kérnél kicsibe, aztán jöhet befelé. Hudák. És a kipattanót pedig Kovács tette kapura. Nehéz helyzetben a hazaiak fiatal játékosa, de végül még haza tudta tenni Hásfalvinak, majd önfeláldozó módon avatkozott közbe, és elkaszálják a szegediek, ennek a honoráriuma pedig egy sárga lap Gajdosnak. Rosszul láttam, Borvető kapta a sárga lapot. Közben a szegediek is változtatnak. Nyári érkezik 17-essel, és Gajdos hagyja el a játékteret. Nyári Patrik tehát, aki frisserű a vendégeknél, illetve még Pap Áron is elhagyta a pályát, és helyette pedig Óvári Zsolt. Lányi kényszerítőzik Zsolt ésszal, és Lányi ez is tudja vinni egy beadásig, azonban ez nem volt teljesen pontos, de még a hosszún Hajdú az, aki begyűjtötte, és végül a frissen beálló Molnár előtt adódott óriási lehetőség, de végül odaért még egy vendégjátékos, és nagyon fontos blokkot mutattak be, így újabb sarokrugás.
ismét madarász, és Hudákot keresi. Hudák még vissza tudja kanalazni, azonban les miatt végül kifelé jöhet majd szabadrugás. Szép lassan a második félidő feléhez érünk. Valamivel több veszélyt jelentenek a csapatok a kapura, főként a hazai csapat. Azonban nem sikerült egyelőre értékesíteni egyetlen egy lehetőséget sem. És veszi fel egészen mélyen a labdát. Visszakapja aztán Tóttól, majd Horvát. Borvető gyűjtenébe ott a 16-os előterében, de aztán a játékvezető kifelé ítél szabadrugást, amit Hásfalvi András fog elvégezni, akit nem igazán tettek próbára eddig a szegediek. Egészen más lehet Hásfalvi számára ez a mérkőzés, ugyanis az Eto'o elleni találkozón rengeteget kellett játékba avatkoznia, és többek között az ő kiemelkedő teljesítményének is volt az köszönhető, hogy ott a Gyirmót végül szerzett ponttal tudott távozni. Hajdu még megmenti, aztán megy-egy Zoltán, ez azonban ismét használhatatlan a társnak. Kovács kérte volna, de nem értették meg egymást a hazai játékosok. Egyes, meg tudja még tartani, és ismét elfuthat a bal szélen. Nagyszerű volt a csel, és a lövés, azonban Magyar tudott blokkolni. Megyes Zoltán eddig 90 találkozón lépett pályára gyirmóti színekben, ezeken 16 gól és 17 assziszta mérlege, korábban a Haladás és a Siófok labdarúgója volt. Most ezt a szögletet pedig majd Soltész Dominik fogja elvégezni. Miközben már a 69. percben járunk. Egyre több a gyirmóti sarokrugás, és ezekből alakultak is ki veszélyesebb helyzetek. A legnagyobb lehetőség eddig Molnár előtt adódott, amikor is az ötös környékéről leadott lövésébe tudtak még beleblokkolni a vendégek. Az SMTK-tól érkezett játékos megszerezhette volna első találatát. Tétmérkőzésen gyirmóti színekben. Ismét Meggyes, és ismét a blokk. Sorjáznak már a gyirmóti szögletek. Gyakorlatilag minden két percre jut már itt szöglet az elmúlt 10 perc során. Ezt most a változatosság kedvéért Madarász Márk végzi el. Jön és befelé a labda. Ismét odaérnek a vendégek, azonban kontrát ebből nem tudnak most vezetni. Madarász visszakapná, de ez használhatatlan volt. Gyere,
Siófok közben már 3-0-ra vezet a Kazincbarcik elleni mérkőzésen. Az Ajka Moson-Magyaróvár találkozó továbbra is 0-0. Ott annyi a változás, hogy a Moson-Magyaróvár már 10 emberrel játszik. A Kozár Michelin pedig továbbra is tartja 1-0-ás vezetését. Az őszi szezon meglepetés csapata. Eközben Borvető kapott egy sárga cédulát itt a 71. percben. Ez egy meglehetősen pocsékul elvégzett szabadrugás, azonban még végül társat talál. Már minden bizonnyal nem ez volt Csörgő eredeti elképzelése. Csörgő aztán a Hajdút kaszálják el, és ez ismételten sárga lap, ezúttal Zuy Géber. Az, aki bemutatta ezt a faltot. Félpálya környékéről most Madarász Márk végzi el egy Irmóti szabadrugást. Jöhet is a felíverés, azonban továbbra is stabilan teljesít a szegedi védelem ezeknél a beíveréseknél. Inkább akcióból tudott veszélyesebb lenni a Irmóti csapat. Tóth Bencét támadják, és így hamar is kellett szabadulnia a Beknek a labdától. Végül majd a Gyirmót jöhet bedobással. Ugyan a második félidő elején mutattak a csapatok biztató jeleket, különösképp a Gyirmót, hogy esetleg szórakoztatóbb lehet majd, és helyzetekben gazdagabb a második játékrész, ugyanakkor így a 74. percben már elmondhatjuk, hogy ez egyelőre csak egy illúzió volt. És továbbra is a találkozónak a küzdő jellege dominál. A védelmek stabilan zárnak. Rengeteg a szabálytalanság, a játék megszakítás. Ismét a szegediek követnek el szabálytalanságot. És mindezt általában a félpálya környékén teszik meg, így különösebb veszély sem alakul ki. Ezek után labdabirtoklásban egyértelműen ellenfele fölé nő a Gyirmót, ugyanakkor mindezt komolyabb helyzetekben és gólokban egyelőre nem sikerül érvényesíteni. Csörgő Viktor, Molnár nagyszerűen teszi. Madarászot kereste volna, aztán végül Soltész gyűjtötte be ezt a labdát. Ismét Soltész Dominik, mert tovább a játék azonban. Nagyszerűen állt most be Borvető, de úgy néz ki, hogy legalábbis úgy nézett ki, hogy tud keresztezni Hudák. És ez most a hosszú oldalon megtalálja Nyári Patrikot, aki azonban eltörte csúnyán ezt a labdát, így szöglettel jöhetnek majd a vendégek. Egészen az átvételig minden stimmelt, aztán azonban gyengén találta el csereként beállt játékos.
így nem tudott a semmiből vezetéshez jutni a Szeged. Közben Szőke Gergőt kell ápolni, aki el is hagyja a játékteret. Vendégek pedig ismételten változtatnak. Palincsár Martin és Márkvárd Dávid érkeznek friss erőként. Czuj Géber az egyik játékos, aki elhagyja a játékteret. Lesz még Gyirmóti oldalon is változtatás, Soltész Dominiknak ér véget a találkozó, és érkezik helyette Kicsúnyi Evgenyi. Márpárt, aki frissen beállt, ő fog majd rögtön elvégezni szegediek szögletét itt a 78. percben. Jön is befelé a labda, el is tudták csúsztatni borvető révén, de aztán végül az alapvonalon hagyja el a labda a játékteret. Gyirmóti oldalon még érkezett Takács Ronald is cserejátékosként. Így tehát mindkét csapatnál komoly frissítéseket eszközöltek az edzők. Kérdés, hogy ennek meg lesz-e majd az eredménye. Szőke Gergőnek kellett elhagyni a pályát, miután ápolni is kellett a fiatal játékost. Tóth, aztán Horváth Milán a labda útja. Felpasszal pedig Nyárit kereste. Márkvárt is játékba avatkozik. Frissen beállt középpályás, aki háromszoros felnőtt válogatottnak is mondhatja magát. Ebben a szezonban csatlakozott a szegediekhez. Gyirmóti oldalon közben egy labdaszerzés. Ismét Medgyes Zoltán a bal szélen, eddig már több alkalommal meg tudta bolondítani a szegedieket. Ismét odaér a blokk, ez nagyszerű volt ez az átívelt labda. Még a visszatett passz után a lövés ismét a blokkban halt el. Takács Ronald cserejátékosok előtt adódik, tehát Molnár után most Takács előtt egy lehetőség. De továbbra is rengeteg helyzetet blokkolnak a szegediek. Ígéretesnek tűnt Medgyes beadása ott a hosszú ötös irányában, azonban Jevgenyi nem igazán tudott mit kezdeni ezzel a helyzettel. Hozzad!
közben szépített a Budafok zuglóban. Ott már 2-1 ez a találkozó. Kozár Mistani pedig továbbra is tartja 1-0-ás erőnyét, úgyhogy ott már csak percek vannak hátra abból a mérkőzésből. A Nyíregyháza pedig végül az ember hátrányban játszó Haladás ellen megszerezte a vezetést. Itt tartja továbbra is vezető pozícióját a nyírségi együttes. Madár Ász elvétette ezt a labdát, így már Palincsár Martin kapja a labdát, a szegediek jobb szélsője. Egy az egyben próbálkozik Hajdúval, azonban nem járt sikerrel. Azonban ismét a szegediek gyűjtik be a lecsorgó labdát. Horváth Milán nem sieti el. Márkvárd Dávid, aki 224 NB1-es mérkőzéssel rendelkezik, korábban futballozott Felcsúton, Diósgyőrön, illetve Pécsett, illetve a Vasas játékosa is volt. Eddig 16 mérkőzésen egy gól, illetve egy assziszt a mérlege a szegedieknél. A játékvezető tovább ott. És a lövés borvető kísérletezett ismét, és a változatosság kedvéért egy blokkolt lövés után jöhet a szöglet. A 83. percben jöhet tehát a szegedi sarokrugás, amit végül Csörgő tudott kicsúsztatni, és némi szegedi tiltakozás ellenére is kifelé jöhet a gyirmóti szabadrugás. Jevgenyi tudja elhozni a labdát, és a félpálya környékén Molnárt játsza meg, aztán Takács vissza Molnárnak, és Molnár úgy néz ki, hogy egy szögletet tud kiharcolni csapatának. Ez volt a legtöbb, ami benne volt ebben az akcióban, ugyanis 4 szegedi hátvéd is jutott a bent érkező Meggyesre, így ez mindenképp egy ígéretesebb helyzet lehet a gyirmótnak, ugyanakkor egyelőre ezekből a szögletekből nem sikerült még igazán nagy veszélyt kialakítani, inkább akcióból volt veszélyesebb a sárgamezes alakulat. Jöhet a beadás, Takács, azonban ezt is elhárítják a szegediek. Visszakanalazná Takács, Jevgenyi, ebbe is bele tudnak lépni, azonban itt szép lassan már a rendes játékidő utolsó 5 percével lépünk, és továbbra sem láthatott gólt a kilátogató 600 ember. Bedobás után pedig végül Molnár elől hozzá kell a vendégek, így már Haris veheti birtokba a játékszert. Az a csel pedig nem jött össze a vendégjátékosnak. Túloldalon közben Meggyes kap egy indítást, és sarokkal még maga mögül szöktette volna önmagát, viszont ezzel tálcán kínált a Molnár kapusnak is a labdát. Közben Palincsár Martin áthúzódott a bal oldalra, és itt a jobb szélen pedig Óvári
szegedi oldalon. Egy szabálytalanság a már említett Palincsár részéről Lányi Bencével szemben. Sikeresen tördelik a szegediek a játékot. Ismét egy kemény párharc. Amelynek a vége pedig szegedi kardobás lesz. Ezt némileg értetlenül vették tudomásul a hazai játékosok. Mindösszesen 4 perc van hátra a rendes játékidőből. Kérdés, hogy még bármelyik csapatban van-e annyi, hogy itt dűlőre vigye ezt az összecsapást. Jöhet is a nagy bedobás, amit Gera végzett el, azonban ebből sem alakult ki semmi különösebben érdekes helyzet. Aztán 20 méterről egy lövés, amit végül Hásfalvinak kellett szögletre tenyerelnie. Márpád Dávid a szöglettel, aki a legtöbb pontrugást elvégzi szegedi oldalon. Jön is befelé a labda. Húvári elől sikerült tisztázni, aztán Jevgenyi nagyon harcias, de végül megtartják a szegediek. Köncei aztán végül Molnárnak a biztonság kedvéért. Molnár aztán Palincsár találja meg. Palincsár íveli előre, azonban ez is teljességgel használhatatlan a társaknak. Madarász eladja, ketten is presszingelték. Haris Attila, Óvári aztán becsapja a védőt. Ő is nagyon könnyen adta magát. Haris pedig lefaltolja Madarászt. Játékvezető visszarendeli a labdát, ugyan megpróbálták a hazaiak gyorsan elvégezni, de így visszarendelte a bíró, így a gyors szabadrugás elvégzés lehetősége oda. Nagy kérdés, melyik csapat lehet elégedett, már ha bármelyik csapat is elégedett lehet ezzel a valószínűsíthető egy ponttal, bármelyik hosszabbítással együtt egy 5 perc hátra lehet a mérkőzésből. Közben a szegediek a bal oldalon indulnak meg, jön is befelé, ez a belőtt labda és Óvárit keresték volna. Nyári Patrik beadása épp hogy nem volt megfelelő Óvárinak. Ez volt az egyik legígéretesebb szegedi helyzet a mérkőzésen. Közben a vendégvezető edző Alexander Stavanovic méltatlankodik. Hásfalvi is játékba avatkozhat. Itt a második félidő második felében már azért többször kellett védést bemutatnia. Bár igazi zicser nem adódott a szegediek előtt. Azonban most Óvárinak ez jó lehet itt a jobb szélen. Érkezik a keresztező játékos Kovács. És végül Hajdú Ádám és Madarász úgy néz ki, hogy ki tudja hozni a gyirmót. Meggyes nagyszerűen, egy testcsellel becsapta Márkvártot, és a hosszabbításba léptünk. 3 perc lesz majd a hosszabbítás, így ennyi ideje maradt a csapatoknak, amennyiben el akarják dönteni ezt a találkozót.
Kozár Mislany végül le tudta győzni az Eto FC Győrt, így némi meglepetésre pont nélkül távozott onnan az Eto. Ismét ápolásra volt szükség hazai oldalon. Kovács Dominik hagyja el a pályát, és helyette 22-essel Helenbai Márk a pályán. Haris Attilát láthatjuk majd a szegediek szabadrugásánál. Jó 30 méter a távolság Hársfalvi kapujától. Úgy néz ki, hogy kapura is teszi majd, ez azonban csemege Hársfalvinak. Hajdu, kérdés, meg tudja még menteni Molnár, azonban ez befuthatatlan. Molnár most kihúzódott a bal szélre, és Megyes Zoltán inkább a centrális zónában. Hosszabbításból már legfeljebb egy másfél perc lehet vissza. Közben Hársfalvinak kell tisztáznia, amit meg is tesz. Az ívelés pedig Megyesnek használhatatlan. Írmóti játékosok pedig nehezen fogadják el Zimmermann játékvezető döntését, azonban majd a Szeged fog félpálya környékéről elvégezni szabadrugást. Molnár a vendégcsapatkapitány fogja majd felívelni. Hudák kanalazza ki végül. Gera aztán, Gerát ketten is támadják, így kénytelen visszapasszolni Tótnak. Tót majd erőre íveli. És Helenbai tudott odaérni. A játékvezető pedig ebben a pillanatban lefújja a mérkőzést. Így tehát 0-0-val ér véget. A hatodik helyezett Gyirmót és a negyedik Szeged rangadója. Igazán komoly helyzetet nem láthattunk egyik kapu előtt sem. Főként a mezőnyben gyűlték egymást a csapatok. És ugyan mindkét csapat eljutott helyzetekig, de végül nem tudták befejezni ezeket a helyzeteket. Így gól nélküli döntetlennel ért véget a találkozó. A szektorokban található